Csöppet sem jött zavarba a csókakői néptáncosok ifi csoportja attól, hogy ők léphettek elsőként színpadra a találkozón. A fiatalok műsora megmutatta, milyen is az igazi magyar virtus. Ez pedig már a Martonvásári Együttes moldvai csángó tánca. A dinamikus előadás ebben az esetben is magával ragadta a nézőket. Fejérvár megyéből összesen 13 amatőr csapat érkezett a közösségi központba azért, hogy neves zsűri előtt mutathassák meg, mit tudnak. Hogy a csoportok találkozzanak egymással, és szint valljanak az éppen adott munkájukról, szakavatott országos hírű zsűri előtt, illetve mentorok előtt. Ez egy nagyon jó alkalom, és ilyen célzattal már harmadik alkalommal jöttünk össze, de fúzionáltunk most a KÖTESZ szervezetével. A Kárpát-medencei Öreg Táncos Egyesületek Szövetségének 8 csoportja, köztük a vendéglátó Alba Régia Szenyor Táncosai is műsorral készültek. A házigazda Alba Régia Táncegyüttes szenyor csoportja szilárdsági álesküvővel készült. Minden csoportnak a felhívásban az volt a minden csoport felé a kérés, hogy egy koreográfiával készüljön, amit élő zenekar, Fejérvár megyei táncegyütteseket a Galiba, a KÖTESZ-hez, KÖTESZ színében indulókat pedig a Szettevette zenekar kíséri. A néptánc találkozó, a Fehérvári Önkormányzat, a Nemzeti Kulturális Alap, a Hagyományok Háza és a Csóri Sándor Alap együttműködésében valósult meg. A rendezvényen összesen 410 táncos lépett színpadra.